Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit középhaladó elvonulásunkon. Nagy örömmel hallottam Ildikó bevezetőjét, és jó pár éve jelent meg a Budapesti Zenközpontban, és most elmondom őszintén, hogy egy garas nem adtam volna, hogy az első alkalom után visszajön. Budapesten a mai napig rengetegen kis darma turistaként jönnek, látnak, elmennek, és nem jönnek vissza. És semmilyen elvárás nincs a tanítványok felé. Ha benned felébred az elvárás, hogy gyakorolj, akkor nagyon szívesen látunk. De azért nem olyan, hogy neked megmondja, hogy ezt gyakorolni kell, és azt, hogy miért. Hogy miért érdemes, azt hallhattad. És ez a történet, ez most először kerül elénk ilyen teljességgel. Én is most hallottam először ebben a formában. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen tanító az, aki évekig nem hallgatja meg a tanítványát. Lehet, hogy jobb, ha nem tudom a titkaidat. Pontosan elég jön át a fájdalmadból ahhoz, hogy taníthatóvá válj. Úgy. Mihely taníthatóvá váltál, már nem fontos az a narratíva, amiért ott vagy. Számodra fontos marad. Rendben van. De mihely meggyógyultál abból a traumából, más ember lettél, és más szögből látod az egészet. A zen nem a karmáddal kezdi. Veled kezdi. Megtanulod azt, hogy te és a karmád úgy különböztök, mint a hegymászó és a hátizsák. A teremtő és a teremtett. Egyszerre kell magunkat teremtőként és teremtettként tudomásul venni. De a karmád a karmád, a hegymászó pedig a hegymászó. Ne cseréld össze magad a hátizsákoddal. Ezért nem kezdünk a narratíváddal. Ezért másodlagos, hogy te kinek gondolod magad. Mit gondolsz másról, a világról. Elsődleges, hogy legyen tiszta a tudatod. És hogyha ezért vagy itt, akkor lehet, hogy vissza is jössz. Ha csak azért, hogy valaki meghallgasson, valakinek a vállán sírhass egyet, valaki pusztán érzelmi alapon együtt érezzen veled, ez részben kevés, részben sok. Kevés, mert legyen még több. Sírhassak még egy kicsit a válladon. Mondhassam még hosszabban a történetemet, nem egy órán keresztül, másfél, meg kettő, hát ingyen van, hát meghallgatod, ugye? Az önismeret és az önmeghaladás egymást kiegészíti. És a zen az önmeghaladásra helyezi a hangsúlyt úgy, hogy pontosan annyi kell ugródeszkaként az önismeretből, hogy te meglásd, hogy ez így nem mehet tovább. Ez így nem mehet tovább. A puszta érzékszervhez kötött lét a legnagyobb csalódás. Ha nem haladod meg és nem látsz rá, akkor állandóan félni fogsz a haláltól. Állandóan a mulandóság feltételhez kötöttség és tökéletlenség karmai marnak. Ha nem a sajátod, majd másé. Ha te nem találsz hibát magadban, majd más fog, hidd el. Úgyhogy mi az, ami meghaladja mindezt? És kiderül, hogy azért haladjuk meg, azért látunk rá, hogy jobban csinálhassuk. Nem azért, hogy elbújjunk. Nem azért, hogy a könnyebbik utat válasszuk. Nem azért, hogy ne legyünk emberek. Kiderül, hogy embernek lenni az egyik legnehezebb dolog, de a legnyilvánvalóbb teendő a világon. Pontosan azt a hétköznapi valóságot nem viseljük el könnyen, ahol egy nagymama fölrakja a lécet, és kijelenti, hogy mindenkit szeretni kell. Ugye milyen közhelyszerűen hangzik. Meg tudjuk csinálni? Ha meg tudnánk csinálni, nem így nézne ki a világ. A bevezetőt Teréz anya egy mondatával zárom.
Nem azért éhezik a világ, mert ne tudnánk ételt adni a szegényeknek, hanem azért, mert nem tudjuk a gazdagokat jól lakatni. Tehát ebből ne az legyen a kérdés, hogy az elit akkor az most hogyan? Az az ő karmájuk. Mi itt vagyunk középen, nem lent, nem fönt, középen. Mi a mi dolgunk? Nekünk mi az elég? Nekünk mi az elégtelen? Tehát hol kötsz alkut? És azt mondja, köszönöm, elég volt. És hol van az, hogy na, ez így nem mehet tovább, ez így elégtelen, megyek följebb. Ezek a döntések határoznak meg téged, az életedet. És hogyha visszanézel egy-egy fejezetre, semmi nem elszomorítóbb, mintha azt mondod, hogy hiába való volt. Mert akkor nem tanultál semmit. Akkor elpazaroltál időt, energiát, teret, tárgyat, érzékelést, szívet, lelket, testet, és nem csak a sajátodat, másét is, aki szeret, aki gondodat viseli, aki számít rád, aki hisz benned. Hol az elég? Hogyan nem pazarolsz? Hogyan ébredsz föl? Hogyan segítesz másokon? Nos, kinek van kérdése? Kérlek, Szunim, mondd el, hogy mi a kvantumbószál jelentése. Mindenki hapcsa. Kvanszembószál, 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 kvanszembószál. Köszönöm szépen. Mit éreztél? Közösséget. A közösséghez mi kell? Kapcsolat. A kapcsolat minőségéhez mi kell? Szeretet. Összetartozás. És a szeretet az egy nagyon nagy szó itt. Összetartozás az mondjuk az egészséges kiindulás, hogy letisztázzuk, hogy milyen alapon tartozunk össze. Összetartozás és szeretet között mi az egyik lehetséges híd? Együttérzés. Az. Ez a kvanszembószál jelentése. A kvan, a perceive, felfog, a se, az a világ, vagy a másik fél, a környezet, az un pedig a rezdülés. Tehát a másik rezdülésének a felfogása. Szándékosan nem csak hangot mondok, szó szerint azt jelenti, hogy hang, az um. De ez jóval több, mint akusztika. Ez egy olyan rezdülés, amely a gondolatok, az érzelmek, a beszéd, a tettek, a tudatos és a tudatalatti szintjén egyaránt jön. Ennek a felfogásához kell egy olyan mozdulatlan, világos szenzor, mint a hatalmas csillagvizsgálók, mozdulatlan, hűvös távcsövei. És ehhez egy olyan tudat kell, amelyik ledobta magáról az összes illúzióját. Ledobta az összes hamis önképét. Ekkor nincs atmoszférikus torzítás fönt az égben. Ezért vannak a sivatagban, vagy nagyon magas hegyeken ezek a hatalmas teleszkópok. Az atmoszférikus torzítás itt a legkisebb. Tehát ahol az önképed nem torzítja a látásodat, ahol a dualisztikus illúziók nem torzítják a világképet és az önképet, ott a másik embert is esélyes, hogy jól érzed, jól látod. Itt a látás és az érzés az ugyanaz, ezt nagyon óvatosan mondom, mert az érzelempártiak itt azt mondják, hogy hát akkor győztünk. Nem. A gondolatokat ugyanúgy kell érezni, csak sokkal finomabb frekvencia, mint az érzelmek. Az együttérzés az csak úgy megy, hogyha eléred ezt a pontot.
Amikor nem gondolkodsz, akkor a te tudatod, az én tudatom, mindegyikünk tudata egyé válik. Tehát a nem gondolkodás, a nem kettősség, szanszkritul advaita állapotában természetes módon megvalósul az a kapcsolat, amiért az emberek rengeteg mindent tesznek. Holott pont a cselekvéstől, a duális tudatállapottól, az erős éntől kéne tartózkodni. Ha gondolkodsz és ént gyártasz le, az falként érvényesül magad és a másik ember között. Akkor nem hallasz, nem látsz úgy, ahogy kell. A saját szűrőid szerint látsz. Hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolkodsz, beszélsz, érzel. Mind az éneden keresztül szűlődik meg. És ezért az együttérzés részleges. Csak azt hallod meg a másikból, amit akarsz. Csak azt érzed meg, ami az önérdekedet szolgálja. Ezért szokták az emberek mondani, hogy engem ne használj egóépítésre, nem vagyok jó tégla. Ne építsél be az önérdekednek a várába. Azt látsz bennem, amit akarsz, és ez nagy baj, nem azt látod, aki tényleg vagyok. Nem azt hallod, amit mondok. Nem azt érzed, amit éreztetni szeretnék. Nem azt érted, amit gondolok és mondok. Hát az együttérzésnek az egy tudat, vagy a nem én az alapja. Ezért gyakoroljuk azt, amit. A leborulás, az éneklés, az ülés és a Koan interjú, mint az ultra tiszta kölcsönhatás. Ez az, ami az együttérzést tanítja, ami egyébként taníthatatlan. Inkább rájössz, elsajátítod, és nem megtanulod. Úgyhogy szándékosan nem az érzelmi oldaláról beszéltem, erről más tanítók nagyon sokat beszélnek, de az együttérzés csak részben érzelem, és a forrása más, mint az érzelmek. Érzelmekben is kifejezhető, de gondolatban, szóban és tettben is. És ami a legszebb, a csendben. Egyéb kérdés? Ott melletted. Többféle misztikus utat, tanítást ismerünk. Kérlek, beszélj nekünk a sámánizmus és a zen viszonyáról, honnan erednek, hova vezetnek, mik a hasonlóságok és a különbségek. Azért, hogy a téves képzettársításokat elkerüljük, itt nyugaton ki kell jelentenünk azt, hogy a sámán útja és a zen útja más. Ezt annak ismeretében és tapasztalatában mondom, hogy főleg Koreában, de talán Kínában is, erről már nem nagyon tudunk, a sámánizmus, mint ősi kultúra, szándékosan nem vallásnak mondom, mert nem úgy működik, mint egy szervezett vallásosság, a könyv és egyéb alapon, vagy dogmatikus alapon. Koreában része volt a zen, illetve buddhista kultúrának a sámánizmus, mert egyszerűen nem lehetett nem tudomást venni róla. Abban volt az erő, az energia, az volt a természettel való kapcsolat, hús-vér rétege a taoizmusnak, hogy a légies rétegén alul. És amikor hallod a szakaszos ütést a moktakkal, ezt a... Ez egy sámánritmus. És mi hallottuk még Kyeljongsanban, a Pilis-hegység ottani megfelelőjében, ami a legmisztikusabb hegység volt, Dél-Koreában. Észak-Koreában még volt kettő cseket, oda nem jutsz be. Úgyhogy ki is juss. Ott voltak még a sámánok a 90-es évek második felében, és minden újholdkor hallottuk, ahogy énekelnek. Vannak olyan templomok, most már inkább remetességek, ahol az áldozat, a természetnek bemutatott áldozat, a különböző létezőknek bemutatott áldozat, az együtt van a meghaladó bölcsesség gyakorlatával. Ha egyszer eljutunk Kyeljongsanba, nem messze attól a templomtól, Sinwonsától, ahol három telet sikerült gyakorolnom többet magammal, 90 napos elvonulást, még másfél kilométerre sincs
Kim Jong-un, és hát abban a remeteségben van az, hogy belépsz, és nagyon más az atmoszféra. Belépsz a nagy dharma terembe, ami ennek mondjuk a negyede. És nincs Buddha szobor a három aranypárnán, hanem egy üvegablak van, és mögötte a szent tó, a yin, és a szent hegy, a szikla. Megoldották. De a zen-zen maradt, meditáció, és a sámán pedig sámán módon, még a mai napig van hordó vízszintjébe igazított dupla késpengá, és táncolnak a késpengén, és nincs vér a vízben. Még vannak sámán fesztiválok is Koreában, bőven. Hogyha a zen látásmódja szerint nézem, akkor a természet bölcsesség és természet uralom keveréke egyfajta vörös mágia, ez a sámán praxis, ami az én meglátásom szerint ahány földrészen elterjedt egy korábbi letűnt kultúrának a maradéka. Egy olyasféle ismeret, tapasztalás testen belül és testen kívül, amely a természettel való érzékszervi egyéválás. Mind testben hangsúlyozom, mind az utazás, a révülés során testen kívül. Ehhez használnak esetleg valamilyen kémiai rásegítőt, és néha pedig csak böjttel, megtisztulással tisztán csinálják. Ami nagyon fontos, hogyha ismered a hat keletkezett világot, amelyből kettőt látunk, emberek, állatok, alatta az alsó világ, démonok és pokollakok, felső világ, félistenek, istenek, ugye rokonítjuk a két rendszert így. A sámán akár az alsó világban utazik, akár a felső világban, a születés és halál küszöbét nem haladja meg. Tehát végig a keletkezett világokban van, akár fizikai érzékszervekkel felfogható, akár nem. És az utazásoknak, a révüléseknek az is a feladata, hogy a téridő kötelékeit meghaladva, amelyet testben viselünk, rálássunk nagyobb igazságokra, mint amit az agy el tud gondolni, a szív tud érezni, az érzékszervek fel tudnak fogni. És rendkívül mély ismeretekhez lehet így jutni. Itt a legutolsó az önismeret, nem a legelső. A révülés tehát olyan világokba enged bepillantást, ahol a hétköznapi ember nemhogy nincs otthon, hanem a modern ember el se tudja viselni, sőt el se tudja képzelni. Egy infrastruktúrába feledkezett, elkényelmesedett személyiséget egy utazás darabokra tud törni. A zen a felébredés ebből a hat világból. Ráébredés arra, hogy van egy olyan küszöb, amely meghaladja a szamszárikus körforgást, amely a születés és halál kényszer küszöbe. E fölött nincs kényszeres karma. E fölött válik nyilvánvalóvá, hogy minden karma teremtett, mert az ember belép a meghaladottság állapotába, és a maga teremtő potenciáját teljesen birtokba veszi. Ekkor válik tapasztalattá az avatamszaka szútra tanítása, hogy ha meg akarod érteni, vagy inkább tapasztalni ennek a világegyetemnek a természetét, akkor lásd úgy, éld úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ennek a tudatnak a természetével nem vagyunk tisztában mindaddig, ameddig a hat keletkezett világnak a körforgásában benne vagyunk, akármilyen létállapotban, testen belül, testen kívül, józanul, részegen, révülve, éberen. De hogyha nem haladtad meg a születés és halál küszöbét, és nem léptél be ebbe a birodalomba, akkor a négy felső tudatosság, amely nem inkább szint szerint, hanem tortaszeletek módjára működik, addig nincs meg. Ez a hallgatók, a srávakák, az önerőből megvilágosodottak, pratyéka buddhák, megvilágosodottan visszatérők,
bodhiszatvák, és a többet nem testesülők, a buddhák. Ez egyetlen egy sámán tanításban sem szerepel. Látsz istenségeket, látsz principiumokat, mint a természet erőit, látsz alsó világot, felső világot, de a megszabadulást ebből nem. És ne róljuk föl egyik praxisnak sem azt, amit nem tartalmaz. Az lenne a probléma, ha azt hirdetné, hogy tartalmazza, de közben mégsem. Neked kell tudnod, hogy mit akarsz. Mit akarsz elérni? Milyen utat szeretnél járni? A legérdekesebbnek azt tartom, és talán itt megfontolandó bölcsességnek is veheted, hogyha sikerült föllőni egy olyan műholdat, ami a Föld egészét látja egyszerre, pixel pontosan, akkor is vissza kell térni. Te nem maradhatsz fönt a rálátás állapotában a hegyen több évtizedig, vagy életed végig, anélkül, hogy valamilyen felelősséget ne érezni az embertársaid iránt, akik ott vannak a Földön, és gyúrják a hatos világnak az útjait, úgyhogy a meghaladó bölcsességről nem is hallottak. Tehát meg kell adni az esélyt a felébredésre azoknak, akik ezt szeretnék. Sákyamuni Buddha esetében ez úgy történt, hogy ő nem akart tanítani az elején. Tehát azt mondta, hogy annyira egyszerű, annyira tiszta, annyira világos, és annyira nem hétköznapi az, amit elért, hogy ő ezt köszöni szépen, mint aszkéta, amint remete megtartja magának, és ennyi volt. És akkor a fáma szerint Brahma lejött a Tusita mennyországból, ahol tényleg nincs jövés és menés, csak nirvanisztikus, gyönyörű fényállapot, és megkérte Gautama Siddhartát, hogy magasztos, kérünk, forgasd meg a tankerekét, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Na, ezeknek szól a zen és a buddhizmus. De ha megnézed, az emberek imádják a csillámporral való illúziókeltést maguk és mások számára egyaránt. Ebben tudunk itt hemperegni, élvezkedni. Nem az életörömmel van a baj, hanem hogyha közben így szorongsz, hogy Úristen, mi lesz velem, ha elmúlik az életöröm? Akkor hova zuhanok? Ugye? Tehát a természet útja, sőt, a természet mágiája, az ember és a világ olyan kapcsolata, hogy eddig még nem láttad, nem érezted soha. Az ébredés és a révülés, a megtisztulás, megújulás, beavatás, ez mind-mind a sámánizmusban benne van. Rosszul a sámánizmus, azt mondom, hogy a látó útja. És a meghaladó bölcsesség pedig az a felébredésnek az útja. Úgyhogy én magam a sámán útjával kezdtem. És rájöttem, hogy ott nem érek célt, ami az én szempontomból cél volt. És el is veszhetnék, hogyha nem vigyázok. Úgyhogy azért vagyok itt, mert nem szeretnék letérni az útról. Egyéb kérdés? A felajánlásról szeretnélek kérdezni, hogy ez a hétköznapokban, sőt a világban, ez hogy nyilvánul meg? Szóval, ha én valamiért teszek erőfeszítést, azt felajánlom, ezt a mondatot hogy fejezzem be, és ez hogy jelenik meg? Vagy akkor, hogyha nem tudok erőfeszítést tenni, tehát, hogy ez a kérdésem. Köszönöm. Erőfeszítést mindig tudsz tenni, amíg testben vagy. Például érzed a lélegzetedet? Igen. Tudsz erősebben lélegezni? Igen. Akkor tudsz erősebben járni, enni, főzni, inni, itatni, mindent tudsz erősebben csinálni, mint eddig. És ezt nem csak magadért tudod tenni, hanem másokért. A felajánlás annak a felismerése, hogy milyen elképesztően, kölcsönösen függő helyzetben élünk. Tehát megtanítani a gyermeket arra, hogy hálás legyen a szüleinek, hogy természetes belátás útjon, és ne parancsra nyerje el ezt a minőséget. Hány év ez? Neked bekövetkezett? Benned felébredt ez a hála? Mikor? Hány éves voltál? Tehát a felajánlás az azt jelenti, hogy rájössz, hogy nem vagy egyedül.
hogy együtt élünk, egymást segítjük. És a legnemesebb segítség az önzetlen segítség, ez a felajánlás, de hát ezt könnyebb háromszögelni. És először a buddháknak, bódhiszatváknak és a tíz irány összes bölcsének felajánlani. Miért? Mert a mahaján az egy praktikus irányzat. Felajánljuk az illatát, a látványát, de az ízét azt megesszük ebédre. Ez nem pusztán szimbolikus, és nem valami vallásos vétcsavar. Ez azt jelenti, hogy elismerjük, hogy rengeteg lény működött közre abban, hogy az az egy tár is oda főkerült az oltára, ami szimbolizálja az egész ételt, amit kapunk. Azt is mutatja, hogy ezt nem pusztán a magunk örömére fogyasztjuk el, hanem azért, hogy a lélek és testtudatosság lehetőleg minden pillanatban emelkedjen, és együtt járjuk a felébredés útját. Tehát aki ehhez anyagilag, mentálisan és az összes egyéb módon hozzájárult, azoknak hálásak vagyunk, és ennek a hálának a kifejeződése a felajánlás. A felajánlás azért érdekes, mert mondjuk az ételhez köthető természetes önzést oldja. És a természetes önzés köré települő összes negatív érzelmet, mint szorongás, félelem, egyebek, elfojtás, stresszevés, ezt is oldja. Tehát, hogyha valaki vagy túl sokat eszik, vagy túl keveset, és nincs középen, akkor ajánlom a szertartást, mint éneklést, és a szertartásos evést, mint négytálas formalitás. Tehát az egyik az energetikai része, az éneklés, a másik a fizikai része, amikor együtt elfogyasztjuk, egymást hallva, egymást egy picit látva, nem nézzünk körül, csak úgy hallod, hogy mit csinál a másik. Ugye? És akkor rájössz, hogy te ugyanezt csinálod. És akkor hirtelen visszafogod, hogy Úristen, most olyan voltam, mint a kutyám, holott itt sincs. Tehát a felajánlás nagyon messzire megy. És egyszer csak körbeér. És rájössz, hogy pont a legkeményebb pillanatban, amikor ön minden remény elveszett, kaptál valamit az univerzumtól, amely által tovább tudtál lépni. Kikerültél a szakadékba. Kikerültél a leküzdhetetlennek tűnő válsághelyzetből. És pusztán azért, mert a tudatod nyitott maradt. Nyitott maradt arra, hogy adj, és ezért tudták kapni is. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy túlzásba lehet-e vinni az elvonulást? Igen. Majd szólok. Egyelőre nem fenyeget az a veszély, sem téged, sem mást, engem se. Tehát nagyon érdekes az, hogy az elvonulás működik. Hát az elején fáj, hát hogy a viharban ne fájna. De csak a test fáj. Aztán elkezd a lélek fájni, amikor már nagyon rugalmas vagy, és rájössz, hogy jobb volt az, amikor csak a térdet fájt meg a derekad, de amikor a lelked fáj, mert éppen a tudatosodáson keresztül rájötte, hogy éppen mit csináltál, és nem tudod visszacsinálni, max megbánhatod, bocsánatot kérhetsz, de meg nem történté tenni nem tudod. És akkor én azt, hogy na hát akkor ami belefér, hogy ez a pillanat tiszta legyen, mindent bele, kőkeményen. És akkor végtelenre vagy töltve. Tehát van egy olyan energiaszint, amikor megemelkedik egy bizonyos küszöb fölé, és van egy olyan oldott önkép, információtartalom le, már nem magadról gondolkodsz, meg nincs egy ilyen duális zaj állandóan, amikor így összeteszed a kezedet, hogy hála légyen, nem tudom kiknek, kinek, minek, csak azt, hogy ez lehetséges. Ekkor vagy önálló. Tudom, hogy paradox a gondolat, de ekkor vagy önálló, amikor az egész univerzumnak meg tudod köszönni, hogy valami ilyesmi létezik. Rengeteg ízváltozatban ez az egyik. De hogy lehetséges az, hogy a karmádat oldod. Lehetséges az, hogy az elméd információ tartalma csökken, és egy picikét megnő a tudatod tere, az ereje, a tisztasága, és így az energiaszinted is emelkedik. Minél többet gondolkodsz, annál gyengébb vagy. Minél inkább visszatérsz a gondolkodás elé, annál erősebb vagy.
Látod azt, hogy ilyen kétbites intellektusú emberek vasakarattal bírnak? Sajnos. Vagy pedig ultrafinom, nagyon cizellált gondolkodású emberek olyan gyenge akaratúak, semmit nem tudnak kivitelezni a bölcsességükbe. Sajnos. Tehát hol van a középút? A középút ott van, hogy folyamatosan a pillanat tisztaságát, test és tudat egységét, az egyén és a csoport harmóniáját, legyen az család vagy társadalom, megőrzöd. Végtelen munka. Miért? Mert amikor az egyénen túljutsz önmagadon, amikor már a problémáidat tényleg megoldottad olyan szintig, hogy már nem akarsz rajtuk sikálni semmit, meg köszönöd, hogy a maradék van, az hajt előre, akkor rájössz, hogy nem csak magadért gyakorolsz. Már látod a hatását a környezeteden. Hány olyan sztori van, hogy családtag, akinek semmi köze nincs a buddhizmushoz, és nem is kell, hogy legyen, így rákérdez, hogy te édesfiam, édeslányom, mit csinálsz te? Mert olyan nyugodtabb vagy, meg kevésbé provokálható, meg próbálok veled veszekedni, de nem sikerül. Mitől van ez? Úristen! És akkor mondod, szép nyugodtan. Vagy enélkül a kérdés nélkül is látod, hogy a körülötted lévő karmák változnak. És lehet, hogy a hordozójuk nem is nagyon látja, de te látod. Ezt hívják a pozitív hetedíziglennek. Tehát van olyan, hogy megbűnhődte, és transzgenerációs karma hetedíziglen, de ez a pozitív irányba is elmehet. Egy gyakorló tudat annyit húz fölfelé, ezt se lehet mondani. Hinduknál van egy ilyen bölcsesség, és ezt Amerikában ki is próbálták, hogyha egy közösség kemény magja, 1% rendszeresen végez valamilyen transzcendens gyakorlatot, az úgy tisztítja a csoport karmát, hogy leírhatatlan. Tehát minden szociális mutató, bűnözés, szenvedélybetegség, öngyilkosság, tehát ezek nagyon kemény dolgok, ezek így mentek lefelé. Tehát olyan statisztikai nyoma volt annak, hogy egy kritikus tömeg, ami tényleg számszerűen nagyon kicsi, de mentálisan elképesztően jelentős, gyakorolt, és ezzel a csoportkarmát és a családi karmát azt úgy tolta fölfelé, hogy valami hihetetlen. De amikor látod, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy erre képesek vagyunk, úgyhogy nem kell meggyőzni itt senkit. Úgyis kapcsolatban vagyunk, hogy nem szólok hozzád. Úgyis tudom, hogy ki vagy, hogy nem látom a nevedet. Végtelenre vagy töltve. Tehát az elvonulásban persze lehet szünetet tartani, de a dharmából itt, ebben a szenvedésteli világban sosem elég. Mindig gyorsabban termeljük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. Mekkora munka kell ahhoz, hogy valaki felébredjen? Milyen könnyű visszazuhanni a sötétségbe? Úgyhogy sose elég. Ezen a földön biztos, hogy nem. Tartsál néha szüneted, aztán várunk vissza. Egyéb kérdés itt? Miért vannak olyan régi karmák, amik, hogyha esetleg rálátnák most, akkor, hát hogy is mondjam, szétesnénk tőle? Pedig egyszer már átéltük, és végül is mi csináltuk azt? Elraktuk, hogy nehogy elveszítsük ezeket. De végül is az a cél, hogy meghaladjuk, és ha el is nem veszítjük, de mégis meg kell, hogy haladjuk. Hol van az energia? Nézd meg, kis ellentétekben, vagy nagy ellentétekben? A nagyban több van. Uh-huh. Hol van az elképesztő motiváció? Nagy traumában, vagy kis traumában? Ezért rakjuk el. Az ember egy rendkívül paradox lény. Azért ragaszkodik a szenvedéséhez, hogy legyen miből építkezni. Mert annyira önző, hogy a máséból nem tud, csak a sajátjából. A bodhiszattva nem az, aki nincs emberi testben. A bodhiszattva az, akinek a mások szenvedése bőven elég a motivációra. Nem kell a sajátja, mert azt már rég lebontotta, lemerte bontani. Ezeket a csomagokat merte kirakni. Hogy anélkül is teljes az élet. Nem kell szenvednem és szenvedtetnem saját magam, hogy átéljem, mi az élet és halál ezen a földön, és tudjak önzetlenül segíteni másnak. Azért rakjuk el a szélsőségeket, mert iszonyú energia van bennük.
De csak abban van energia, másból nem lehetne építkezni? Van a nem kettősségben is energia, csak nem szoktunk hozzá. Nem ehhez szoktunk, hanem ezekhez az elképesztő magas és alacsony színuszgörbe csúcsokhoz. Úgyhogy a nem kettősséghez hozzászokni, az, amit Vimalakirti Buddha kortársa mondott, egy kitűnő világi tanító, hogy a teremtetlen, türelmes elviselése. Nem azt mondták, hogy a nem kettősség végtelen energiaforrása, már akkor tudták, hogy a New Age veszélyes. A teremtetlen, türelmes elviselés, ez pedig nem valami kínpad, hogy nem mozdulhatsz, nem gondolkodhatsz, hanem pont ez a nem kettősségre alapozódó energiaforrás, amikor egy kis kávédaráló, amelyik generátorról generátorra járt, egyszer csak megtalálja az atomerőművet, és beledugja a kis villásdugóját. Ez az, amikor a csepp visszatér az óceánba, és az óceán energiáját kapja a csepp. Ez egy gyakorló hétköznapi életében úgy mutatkozik meg, hogy sokkal, de sokkal jobban középen van, jelen van, és sokkal később fárad ki, mint egy nem gyakorló, mert nincs pazarlás, nincs elfecsérelt gondolat, nincs elfecsérelt szó, vagy érzelem, vagy tett. És hogyha nincs pazarlás, akkor minden szépen a ciklusban benne van. Nincs veszteség, nincs szétszakadt tömítés, letörött csap, elszakadt tömlő, lerepült hengerfej, nincsenek ilyen problémák. A motorolaj a helyén van. Szépen kenni az egész blokkot úgy, ahogy van. Ez mondjuk a tolerancia és a türelem. Üzemanyag, ébredj föl és segíts másokon, a legtisztább üzemanyag. Adalék azért van benne, egy picit. Én. De szeretem, nem szeretem. Ezek az adalékok. De nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy itt harmónia legyen. Mihelyt egy picit béke van, nézd meg csoportszinten. Azonnal csinál az emberiség valami háborút, katasztrófát, járványt, éhínséget, csak azért, hogy újra szélsőséges jóban és rosszban részeltessük egymást. Mindig visszazuhanunk ebbe. De az az üzenete a tannak, hogy ha mást akarunk, akkor tudunk mást csinálni. Tudunk másképp élni. Tudunk másképp teremteni. Csak rajtunk múlik, hogy ezeket a mintázatokat meghaladjuk. Ha nem, ugyanazt fogjuk csinálni, mint évtízezredeken keresztül. Nem muszáj. Szeretnéd másképp? Lehet. Csak itt kell kezdeni belül. Ezért rakjuk ki a régi karmákat a süllyesztőbe. A karmának nincs öntermészete, az elme, az énes tudat teremti. Ha ellobban az énség, a karmánk is megsemmisül. Idézet vége, Pajcsang Zenmester. Egyéb kérdés? Nekem még egy utolsó. Drága lesz. Gondolom. Drága lesz, igen. Egyszer említetted egy beszélgetésnél, hogy Sung San Zenmester már, amikor öreg volt, sok betegséggel küzdött. És egyszer aztán valaki megkérdezte tőle, hogy miért nem gyógyítja meg magát, és aztán azt mondta, hogy ha el tudna menni egy 90 napos elvonulásra, meg tudná magát gyógyítani. De ennek nem volna túl jó üzenete a tanítványok felé, és ezért nem teszi meg. A kérdésem az lenne, hogy egyrészt hogy tudná magát meggyógyítani egy 90 napos elvonulás alatt, illetve hogy ez miért nem jó tanítás a tanítványok felé? Megengeded, egy picit pontosítom a kérdés nyersanyagát. Egyébként érvényes a kérdés. Ez a tanítás a 80-as évek közepén hangzott el, több mint 20 évvel a nirvánája előtt, amikor kb. 57 éves volt. De már akkor tényleg szívbetegség, cukorbetegség úgy tényleg adta magát, mert aki esetleg háborús éhezésen keresztül ment, az tudja, hogy ott nem nagyon válogatsz. Hónapokig rizsen és kimcsin éltek, és a hasnyálmirigy az gajra ment. Nem szeretett hiánytól lett cukorbeteg. Emésztőrendszer alig élte túl a háborút, előtte az elvonulás, az a 100 napos, amit 21 évesen kezdett, 22 évesen fejezett be, az majdnem a testét elvitte. Tehát 6 hónaptól 1 évig tartott, amíg összerakták, és 22 évesen a test még nagyon erős. Tehát már itt szerintem el lettek ültetve azok a magvak,
hogy a fizikai léte eléggé rövidre volt szabva a 77 évvel. Visszatérve erre a 80-es évek közepi esetre, egy amerikai kórházban fordult elő, ahol az orvosok megtudták, hogy ő zenmester, és megkérdezték, mester, mester, mi úgy tudjuk, hogy az zenmestereknek ilyen speciális képességei vannak. Nem tudná meggyógyítani magát? És akkor azt mondta, hogy ha 100 napra fölmenne a hegyre, tehát egyéni elvonulás, nem kiolcse, ha kiolcse 90 nap, 3 volt hónap, oké? Hanem 100 nap egyéni. Akkor meg tudná gyógyítani magát. Hát az öregben olyan kakaó volt, hogy tehát a jelenlét az elképesztő volt. És az csak a helyzeti energia. Amikor kifejtette, nagyon erős, nagyon tiszta, nagyon együttérző, de tudtad, hogy nem birizgáljuk az oroszlán bajszát. Nem, nem. Megköszönjük a tanítást, követjük az utasítást, és kész. Hogyha valaki nagyon bickósnak érezte magát, nyugodtan ki lehetett hívni dharma küzdelemre, minden nap 8-kor ott fönn volt, és színünk előtt a szerzetes vezető felolvasott egy koant, és utána lehetett kérdezni, nem csak koan ügyben, bármit kérdezhetél, ő pedig nézte, hogy ki milyen tudatállapotban van. Ezért nem kellett küzdeni a bürokratákkal, hogy mikor jutsz be a mesterhez. Mester jött fel. És hogy miért nem lenne korrekt tanítás az, hogy ő meggyógyítja magát? Mert ezzel a zent egyfajta ilyen gyógyeszközzé, vagy gyógyászati segédeszközzé fokozná le, és a tudatosság, illetve felébredés helyett a test állapotának a javítására használnak. Tehát alapvetően egy vágyalapú és önző dolog lenne belőle, mert csak a testemet gyógyítom meg, az kész. És erre igazi mester nem ad felhatalmazást. És akkor itt most legörbülő szájakat látok, hogy Úristen, akkor most itt mindannyian meghalunk, és nem gyógyulunk meg, és rossz, hogyha meg akarjuk gyógyítani magunkat. Édes szíveim, itt mindenki meghal ebben a teremben, mert az életet még senki nem élte túl. Leszületéssel megváltottad a jegyet Káron ladikjára. Érted? Ott van a vonalkód. Ott van a QR-kód. Úgy hívják, hogy obulus, azt adod a révésznek. Tehát a meditációnak vannak mellékhatásai, ezt nagyon óvatosan mondom, de vannak. Magasabb energiaszint azt jelenti, hogy az immunrendszered jobban működik, mind a szellemi, mind a fizikai. De te ne arra gyúrjál, hogy ezt a testet te valamilyen mágia útján 120-140 évig üzemelteted, mert ha sikerülne, akkor meg az a baj, hogy el akarsz menni, de az Istennek nem megy. Nem elég az a természetes úton 80-85 év? Minden áron itt akarsz kotlani? Ha már rájöttél, hogy egy előzőből jött, és egy következőben mész, most miért félsz a váltástól? Tehát nagyon sok vektor mutat arra, hogy ez az egészséges urános ciklus, 84-85 év, ez bőven elég itte. Van kevesebb, van több, van egy kis bónusz, vagy néha pontlevonás, hamarabb mész, később mész. Az igazi kérdés az, hogy beteljesítetted-e az életet? Kerekké vált-e az inkarnáció? És ha igen, menjél! Nyugi, semmi gond nem lesz. Úgyis meghalsz. De akkor halljál meg, amikor épp itt az ideje. Nem előbb, nem később. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért is tiszteltük és becsültük, mert minden embert segített a felébredés felé, azzal a felébredett tudattal, ami az övé volt. És senki nem könyörgött neki, hogy de mester, mester, maradjon még egy pár évet. Ugyanis ő felnőttnek kezelt minden tanítványt. És tudta, hogy ha eléred az önállóságot szellemileg, akkor te sem azt szeretnéd, hogy ilyen gyógyászati segédeszközként, ilyen különböző módszerekkel majd itten.
dolgozzál csak a felébredésért, és azért, hogy megszabadíts minden lényt a szenvedéstől, és a testet pont addig fog tartani, amíg kell. Ennyi. Meg én is úgy érzem, hogy Sung San Zen mesterhez is szeretnék csatlakozni. Hogyan lehetne a tudatához csatlakozni, illetve a pedagógiában mi fogott meg téged? A pedagógiában azt fogott meg, hogy nem akart tanítani, de spontán tanított minden pillanatban. És látott téged, de semmi módon nem akart megváltoztatni. Szabályokat tartani kellett, de az már nem az ő dolga volt, az az általa kinevezett vezetők dolga volt. Ha te életed végéig hibázni akartál, de a szabályokon belül maradtál, voltak ilyen nagyon okos úriemberek és úrhölgyek is, akkor ő ott volt, és nem akart téged megváltoztatni. És amikor már te kész voltál arra, mert taníthatóvá vált, hogy változtass magadon, akkor csak annyit mondt, oh, big mistake. És ilyen együttérzés. Ó, hát ez nagy hiba. És akkor, amikor már kész voltál arra, hogy lásd akkor. Pedagógiai módszere az egyszerre volt univerzális, ázsiai és amerikai és európai egyszerre. Úgyhogy én csak azt kívánom, hogy a következő életemben is ő legyen a tanítom. És hogy mehessek még tovább az úton az ő tanítását követve. Csatlakozni hogy tudsz hozzá? Hogyan választódsz le? Hogy választódsz le egy ilyen tudatról? Csak ki kell mondanom azt, hogy én. Én jobban tudom. Én másképp tudom. Én. Na, akkor leválasztódsz róla. Ha ezt az ént tőből kiszeded, akkor a te eredeti tudatod, az ő eredeti tudata, a mi eredeti tudatunk mind a lényegben egyé válik. Ez nem ígéret, hölgyeim és uraim. Ez a tapasztalás lehetősége. Semmi más. A 90 napos elvonulások után úgy, hogy tényleg nem szóltunk egymáshoz. Max a munkában egy Adida húsklop folott a vegetáriánus étkezéshez, kb. Ennyi. Olyan érzés volt köztünk, mintha évtizedeket töltöttünk volna egymás társaságában, csak azért, mert 90 napon keresztül napi 12 órát ültünk így. Csendben. Egy teremben. És voltak interjúk, és éneklés, minden, amit itt csinálunk. Itt a hely, itt a módszer, itt az út. Ezt mind lehet követni, és ha nem hozod létre a rusnya nagy ego faladat, soha nem válsz tőle külön. Soha. Tehát csak az úton kell járni, és ott vagy vele, ott megyünk vele együtt. Nem válik külön, soha. Ez annyira fontos, hogy a japánoknál Hakuin Zenji egy külön Kwansen Bosal mantrát tanított, hogy soha egyetlen pillanatra sem válunk külön Avalokiteshvara az együttérzés bodhiszattvája eredeti tudatától. Oké? Okay? Egyik legerősebb japán mantra, amit valaha hallottam, nem hallottam a Mahayana zenen kívül sok mást, de azt igen. Úgyhogy amikor ilyen kőkemény szamurájok ezt éneklik, akkor tudod, hogy valamilyen húzása csak van. Úgyhogy ez japánul így szól. Kanze onna mu butsuo butsuo inyo butsuo en buppo shonen jo rakugajo chonen kanze on bonen kanze on rennen jushin ki rennen furi shim kanze onna mu etc. etc. Oké? Okay? Így. Csak tartsd meg az eredeti tiszta tudatot. Úgy kezdted az elvonulást, hogy nehéz helyzet van kívül. Ez egy kicsit ijesztő itt belül. Magyarországon hol tart a zen? Miben tud segíteni? 40%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor. Itt tart a zen. Hol tartasz te?
Gyakorlok. Akkor itt tart a zen. Folytassuk tovább. Egyéb kérdés? Tudnál-e pár gondolatot mondani arról, hogy mi a különbség, hogy kinek ajánlod az elvonulást, és kinek ajánlod, hogy kipróbálja mondjuk a bentlakás, mint rezidens a templomba? Milyen típusú embereknek, vagy milyen helyzetben lévő embereknek? Ez mindig egyéni elbírálás kérdése, tehát én nem akarok itt profilokat felállítani, mert rezidensekként is, és elvonulóként is, hát a világ összes karmája eddig megfordult itt, meg is fog fordulni, de akik rezidensekként maradnak és bírják, azoknak minden tisztelete. Akik elvonulóként rájönnek, hogy ez micsoda, visszatérnek és újra elvonulnak, minden tisztelete. Akik elvonulnak, újra elvonulnak, és utána beköltöznek, na az a csúcs. Úgyhogy akkor rájöttél valamire, hogy az életedből nem hiába való egy picikét rászánni arra, hogy itt rezidensként a templomot segítve egy elképesztő belső munkát végez úgy, hogy közben nem nagyon veszed észre. Tehát nem olyan, hogy kint, bent, és akkor elvonulok, meghempergek a szamszárában. Megint elvonulok, megint meghempergek, megint. Tehát nem. Itt vagy bent nagy részt, amikor kimész pár napra, amit bármikor megtehetsz az elvonulásokon kívül, az energiád nem nagyon megy le, ha nem vagy teljesen buta és önpusztító, önsorsontó, akkor ez nem következik be. És akkor azt látod, hogy valaki azt mondja, hogy de megváltozott az arcod. Olyan jó látni, hogy fényesebb a szemed. Másképp jársz, határozottabban cselekszel, egyenesebben beszélsz, mersz a szemembe nézni. Erről van szó. És eközben nem egótripen vagy. Micsoda csoda. Úgyhogy a rezidenseknél valami átkattant, valami olyasmi van, hogy érdemes ezt a helyet aktívan támogatni, fenntartani, segíteni, dolgozni érte, azért, hogy minél több embernek felajánlhassuk a tant. Ez egy természetes folyamat. Ugyanolyan, ahogy a nap fölkel, reggel és este lenyugszik. A hegy nem mozdul. A felhők jönnek-mennek. Egyéb kérdés? Étkezés közben jutott el hozzám leginkább az a tanítás, ami a fegyelemről, illetve a figyelemről szólt. Hallottuk. És ezért merült bennem fent az a kérdés, hogy miért van az, hogy fegyelemből és figyelemből más-más mennyiség jut egyes embereknek, és ez hogy tudja gyűjteni, illetve hogy tud. Hogy van az, hogy amikor az anyamadár visszatér a fészekbe, eltérő mennyiségű kaját rak minden fiókának a szájába. Figyelted ezeket a filmeket? A National Geographic főleg itten forgalmaz ezeket? Eltérő mennyiségű kaja jut így. De miért? Miért nem tesz bele egyenlő mennyiségűt? Úgy sikerül. A természetben nincs olyan, hogy úgy sikerül. Különben már rég elpusztult volna. Az embernél van olyan, hogy úgy sikerül. Hát nézd meg, hogy állunk. Elég rosszul. A természetben nincs olyan, hogy úgy sikerül. Mérhetetlen intelligencia van ebben a mezőben. Csak mi nem vesszük észre. Na, mi alapján dönti el az anyamadár, hogy mennyit rak a csőrbe? Hogy mennyi elég az adott. Látja, hogy mi van a gyomorban. Tehát látja, hogy mennyi kell. Többféle tanítvány van. Van a félig telt pohár. Abba csak feletérfogatot lehet beletölteni. Van a teljesen teli pohár. Az mindent tud. Az csak azért jön ide, hogy a tudására a tanító egy pecsétet tegyen. Ez Magyarországon néha annyira súlyos, hogy az a pohár az még púpos is. Tehát ne, a víz nem győz beleférni.
Mert már annyit tud, hogy többet is tud, annál, hogy többet tud. A következő az a lyukas pohár. A lyukas pohár az a karakterhiba, hogy akármit csinál, ott kiszivárog a dharma. Ez az a karakterhiba, amit nem hajlandó a tanítvány befoldozni, és egy idő után a tanító azt érzi, hogy teljesen felesleges az, amit tanít, mert csak így végigmossa a csésze belsejét, de a lyukon kifolyik. Ez egy olyan karmikus probléma, amire nem mer, per nem akar a tanítvány rálátni. És egy ideig ez megy, de aztán egyszer csak a tanítvány azt érzi, hogy a tanítóval van valami baj. Ez nem tud engem rendesen tanítani, mert én nem változom. Hát akkor mi biztos, hogy a tanítóval van a baj? Biztos. A teli pohárnál az a projekció, hogy a tanító nem tud semmit. Ez hülye. Ez gyenge elmélyű. Ez nem is világosodott meg. Meg hogy a rücsökbe kapta ez meg a tant? Hát kevesebbet tud, mint én. Hát nem értem. Én többet olvastam, okosabb vagyok, jobban tudom. Miért nem én tanítok? Há, hogy? A félig telt pohárnál, hogy lehet, hogy igaza van. De nekem inkább igazam van. Egyszer majd beszélgetek vele, hogy valójában kinek van igaza. Ez a félig telt. Tovább menvén a tanítványi változatokban a négyes számú az a szétesett pohár. A szétesett pohár az egy olyan dezintegrált személyiség, amely folyamatosan a saját önsorsrontásán keresztül verességet mér önmagára, függ a környezetétől, állandó figyelmet kér, fekete lyuk az egész. És a törött pohár az a felébredés útján majdhogy nem taníthatatlan. Tehát először kell valami, ami egy jó, egészséges énségé összegyúrja, és akkor az majd tanítható lesz. De a szétesett pohár az mindig számon kéri a tanít, hogy én miért nem vagyok egészséges, én miért vagyok beteg, én nekem miért van bajom? Gyógyítsál meg, vedd el a bajomat. A te dolgod, hát kineveztelek Pontifex Maximusnak, aki mindent tud. Hát nem te vagy a megváltó? Hát keresztre is feszítelek, ha nem te vagy. És nehogy föltámadjál, mert még egyszer megcsinálom. Az ötödik, az egyik legszomorúbb, az a mérgezett pohár. Nincs repedés, nincs lyuk, csak van benne egy méreg, ami állandóan maga felé fordítja a tant. Állandóan egót csinál belőle. Ekkor a tanító tényleg azt veszi észre, hogy a saját szavait látja viszont a tanítvány szájában totálisan félreértelmezve. Tehát amikor ezt a tant valaki önérdekre, önérvényesítésre használja föl, ahhoz, hogy a személyiségét még jobban tudja menedzselni, eladni, érvényesíteni, kiállok magamért, ez most mit jelent? Melyik magadért állsz ki? Azért, hogy másnak ne legyen igaza, csak azért használod fel a saját szádból a tanító szavait, aki teljesen másképp mondta? Hogy van ez? Tehát a mérgezett pohár az, hogy minden egóra ráken. Mindenből én csinál. Mindig ő az okosabb. Látod? Ezt mondta Szunyim. Nem hallottad? Hát én most mondom neked, hogy Szunyim ezt mondta. Erre kikérte. Sung San Szunyim ezért mondta, don't sell my name. Ne bocsásd áruba a nevemet. Soha. Tehát idézem őt. Hálás vagyok neki, de nem bújok mögé. A hatodik, ami még szomorúbb, mint a mérgezett csésze, a lefelé fordított csésze. Lefelé fordul a csésze akkor, hogyha egyébként pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia, de csak azért sem. Csak azért sem. És nincs mögötte racionális magyarázat.
tanulhatna, felfoghatná, alkalmas rá, nincs karakterhiba, nincs probléma, de mégsem. Talán azért, mert nem ő a tanító, mert a kancsó nem emelte magához a csészét. Valójában nem lehet tudni. És a hetedik az a pohár, aki üresen, éppen, méregtelenül ott van, és tanítható. Ez ritka. Nézd meg, hogy amikor a hétről beszéltem, melyikre volt a legerősebb érzelmi vagy gondolati reakciód? Ez biztos én vagyok, ez biztos, hogy nem én vagyok. Na, azokból vagy összerakva. Azokból vagy összerakva. Én sokféle poháron végigmentem. És nagyon sok évbe telt, amíg tényleg felfelé fordított, épp egész pohárrá váltam, tehát taníthatóvá váltam, mert aki 100%-ig tanítható, az már majdnem tanító is. Oké? Okay? Úgyhogy ezért van szükség eltérő fegyelemre és figyelemre. Mindenki egy kicsit másféle pohár, más fióka. Jó? Egyéb kérdés? Kohand interjún, mikor nem tudtam megválaszolni a kérdést. Te sem. Te. Ezt tudod, hogy nem csak veled fordult el? Persze. Jól. Mondtam, hogy fogalmam sincs, és azt mondtad, hogy még mindig túl sok a fogalom, túl sok az agyalás. És én attól ijedtem meg, hogy ennyire nem lát rá az ember saját magára. Ennyire. Mert döbbenet nekem, hogy én meg voltam, meg is vagyok arról győződve, hogy tényleg fogalmam sincs, és azt hittem, hogy én ki van ürülve, és ezek szerint még mindig megy valami a fejembe, amiről fogalmam nincs, hogy ennyire el vagyunk menve magunktól. Elmondok neked egy viccet, és meglátod, hogy ez tényleg hogy működik. Régen a Lipót mezőn, amikor még nem zárták be, a gyönyörű fák alatt, a sárga színű épületnek az árnyékában, ott voltak az ápoltak, és mendegéltek az orvosok. Az orvosok néha nagy vizitet is az erdőben tartották meg, mármint azoknál a pacienseknél, akik nem voltak ágyhoz kötve, vagy nem voltak rács mögött. Tehát a könnyebb esetek, vagy már a majdnem gyógyult esetek, azok ott a kis pizsijükben sétáltak a fák alatt, és az orvosok így mendegéltek, és konzíliumot tartottak betegről betegre járva. És professzor, adjunktus, docens, nővérke, mindenki ott volt, és mondta a docens, hogy adjunktus úr, hát itt van ketteske. Ketteskének úgy tűnik a monomániája és a fixációs problémája egy kicsikét javult. Mondja az adjunktus, professzor úr, hát akkor nézzük meg ketteskét. Professzor úr oda megy, teljes pszichiátriai arzenált latba vetve, és azt mondja, ketteske, hogy van a kis bodri? Professzor úr, bodri? Miféle bodriról beszél? Ez egy kartondoboz, amit én még mindig húzok magam után. Professzor, adjunktus, docens összenéznek, azt mondják, hát akkor ketteske elbocsátható. Ketteske boldogan átmegy a kapun, kezében a kartondoboz, a járdára érve ledobja, és azt mondja, bodrikám, de jól átvágtuk a professzor urat, ugye, na gyere, gyere, gyere! Így, és ezt a saját gondolkodásunkkal így megcsináljuk, pillanatok alatt. Átmentünk a Koanon. Akkor lehetek hülye megint? Hát ugyanolyan együttérzőnek kell lennie velem a következő interjún is. Szóval óvatosan ezzel, mert olyan nincs, hogy túl mély, nem tudom. Még mindig lehet csendesebb, mozdulatlanabb belül. És ez az előbb említett távcsőnek, illetve szenzornak a felbontását csak növeli. Tehát minél mozdulatlanabb a tudat, minél tisztább a tudat, minél erősebb a tudat, annál jobban érzékel, tükröz, helyesen ismeri fel a helyzetet, kapcsolatot, teendőt,
és annál jobban ki is bírja a saját és mások karmáját azonosulás nélkül. Párkapcsolati és családi problémák, hölgyeim és uraim? Mikor azonosultál éppen az intim kapcsolatban lévő személy nézeteivel, véleményével? Mikor váltál épp a következményévé az ő gondolatának, érzelmének, beszédének vagy cselekedetének? Mikor váltál épp olyan emberré, akivé nem szerettél volna, és pont a szeretett személy tudott téged befordítani arccal a sötétség felé? Hogy volt ez? Hol volt a tiszta tudatod akkor? Tehát nincs olyan, hogy túlságosan tiszta tudat, vagy túlságosan fogalmam nincs. Érzékszervhez kötött lények vagyunk, az érzőségünkből következik az emberi mi voltunk is, és a tudatosságunkból is az emberi mi voltunk következik, mert így sok intelligens lény van a bolygón és talán más bolygókon is, de az egyetlen, aki jól-rosszul rálát önmagára a saját önreflexióján keresztül, az eddig csak a Homo sapiens. Tehát nem látod azt, hogy szerintem a nálunk intelligensebb delfin faj kimondaná azt, hogy én delfin vagyok. Lehet, hogy megteszik, mert a nyelvüket a mai napig nem értjük. De mint általában a főemlősök, ők is nagyon megjósolható delfin módon viselkednek, még akkor is, hogyha ezt mi át tudjuk torzítani, vagy félre tudjuk érteni. De hogy nincs külön önismereti tanfolyam delfineknek, az biztos. Mert ha lenne énjük, lenne ilyen problémájuk, és akkor járnának önismereti tanfolyamokra, nem látsz delfin zent, csak úsznak. Nem látsz delfin meditációt, ahol föl kéne ébredni a hamis önkép illúziójából. Tehát ha valaki van, aki az édenkertet rusnya módon elvesztette, az a Homo sapiens sapiens. Nem csak, hogy egyszer arrogáns, kétszer arrogáns. Borzalom. Tehát egy ilyen társaság magát bölcsnek, sőt, bölcs a négyzeten, bölcs a bölcsediken. Kösz. Most épp ott tartunk, hogy a saját bölcsességünk elpusztít minket, ha nem vigyázunk, és nem ébredünk fel az eddigi álmainkból, az eddigi téves nézeteinkből. Úgyhogy nincs olyan, hogy túlságosan fogalmam nincs, mert még mindig van egy kis gondolkodó réteg alatta, még mindig van egy kis tudatalatti csínytevés, még mindig van egy kis láthatatlan ego réteg, hanem hello, itt vagyok, Bodrika, hogy átvágtuk a professzor urat, hogy te tűz, na gyere! És akkor rángatjuk a saját kis kartondobozunkat. Istenem! Utolsó két kérdés. Ez az előbbi mantra, amit itt mondtál nekünk a japán, ez mit hozott fel benned? Nem egy elképesztő jó tapasztalást, ami 13 évvel ezelőtt haradarosi elvonulásán volt, 9 vagy 10 napos elvonulás. Egy csepp szanga szervezte, mai napig hálás vagyok nekik. Hát olyan 40-en ültük végig, és minden nap ez a mantra. És elindul szép lassan. Kanze onna mu butsu butsu inyo butsu en bubo jone jore. És itt szépen megy föl gyakorlatilag a mondhatóság határáig, és utána kisül, mint az atombomba. És eszméletlen, milyen tér van belőle. Döbbenetes. És onnantól megmaradt, és nem ezt szoktam nézegetni esténként, de ez úgy beégett a tudatomba, hála légyen, nem is akarom, hogy kiégjen belőle. Úgyhogy innen van ez a tapasztalás, és ahogy már ismersz, én nem könyvekből tanítok, bár néha úgy tűnik. Nem. Úgyhogy innen van. Aztán megnéztem a jelentését is, mert én vagyok az, aki nem szokta elolvasni a használati utasítást, csak hogyha nagyon muszáj. Úgyhogy amikor már a mantrának az energetikai, meg tudati közvetlen tapasztalása megvolt, akkor megnéztem, hogy mit jelent. Tehát a kanzeon az megvolt korábban is, meg kvanzeum, kanzeon ugyanaz. Kanzeon bosatsu, kvanzen bosa. Úgyhogy jó ez. Csak csinálni kell. Köszönöm.
ott. Koan kapcsán jutott eszembe, hogy hogyan tudom, tehát hogy amikor a fától nem látom az erdőt, mondjuk egy koan kapcsán akár. Hívni akkor... kell az erdészt, az segíten. Néha nem baj, hogy ha csak azt az egy fát látod, mert különben az egész erdőt a válladra vennéd. Azért jó, hogy a koanra fókuszálsz, illetve arra, ami a koant megoldja, legyen az a kérdés vagy a mantra. Azt tudod, hogy nem elmével oldod meg a koant, erre már ugye rájöttél. Mert végre, végre ki tudod tisztítani a tudatot. Tehát az a rengeteg erdő, amiben benne vagy, az mind a te gondolkodásod, érzelmed, múltad, jelened, jövőd, búd, bajod, összes duális hánytorgásod, az az erdő. Néha nem baj, hogy a fától nem látod az erdőt, mert mind rád dőlne az összes fa. Úgyhogy egész nyugodtan maradj annál az egy fánál, mert abban az egy fában benne van az egész erdő. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a 10 000 dharma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem tudat, nem Buddha. Akkor mi? Házi feladat mindenkinek. Utolsó utáni kérdés, ha van? Eszembe jutott az, amikor már többször hivatkoztál arra, hogy amióta gyakorolsz, azóta egyszer kihagytál egy téli elvonulást, és hogy akkor eldöntötted, hogy soha többet nem fogod kihagyni, hogy körülbelül mi történt, vagy miért fogalmazódott meg benned ez az érzés, vagy gondolat? Hát elmondom a helyzetet. Épp hogy hazaértem 7 év távollétből, és 2001 és 2002 telén hagytam ki azt a téli elvonulást, ami hiba volt, de hogyha akkor nem maradok ott a Nyóckerben, a friss zenközpontban, akkor nem tudom, hogy 3-4 hónap múlva mi lett volna belőle, ha én azt ott hagyom, és aztán visszatérek. Így visszatekintve meg kellett volna tennem. És annyira hiányzott a 90 napos téli Koreában, hogy ezt csak akkor vettem észre, amikor tavasszal már az energiaszintem nem ott volt, ahol kellett volna lennie. És a nagymester azt mondta, amikor 99-ben tanítóvá avatott, hogy 3 évig ne költözz. Utazni utazhatsz. Ezt én nagyon komolyan vettem. Tehát nem költöztem, Magyarországon lecövekeltem, és azóta se költöztem el, és nem is fogok elköltözni. Itt leszek. Itt maradok. Kalandvágyból hazatértem, és azóta sem unatkozom. Hála légyen. De utazni azt fogok. Tanítani is, családosan is, szangával is. És akkor nem vettem számításba, hogy valahogy meg kéne oldanom a 2001-2002 telén a koreai kölcsét, ami mindig egy hatalmas nagy feltöltés volt. Ha voltak interjúk, ha nem. Ha a Sung San Suu Kyim szangájában ültem, ha pedig más koreai templomban, ami a nagy családnak a része. És azóta egy 90 napos sem hagytam ki. Most sem fogom. Akármilyen minőségben veszel részt egy 90 naposon, része vagy az energetikának, része vagy a térnek, része vagy az egésznek. Miért? Azért, mert elképesztően kevés időnk van. Annyira rövid az élet, annyi a teendő az érzékszervi síkon, hogy alig van időnk az érzékszervet meghaladó síkra. Tehát a hat világ leköt minket elképesztően. Hányszor tudsz tényleg kitekinteni a születés és halál küszöbe fölé? Hányszor tudsz tényleg megszabadulni a félelemtől? Hányszor tudod meghaladni az akadályaidat? Erre nagyon kevés az idő. És megkockáztatom, kevés a hely is. Hol tudsz gyakorolni, ha tényleg akarsz? Ahol nem csak valami kultuszt tanítanak, vagy izmust, vagy azt akarják, hogy te egy B-verziód, vagy C-verziód légy.
hol tudsz tényleg gyakorolni, ahol a külső és a belső egyé válhat. Ahol az illúziókból felébredhetsz. És van ilyen hely, rengeteg, de ahhoz képest, hogy mennyire lenne szükség, tényleg nem sok. Szerencsére sokféle hagyomány, sokféle stílusa kínálja ezt. De négy nagyon nehéz dolog van. Egy, emberi testbe születni. Kettő, találkozni a darmával. Három, találni egy éles szemű tanítót. Negyedik, elérni a felébredést. Hogy ebből neked hány van meg, rád bízom, számolj nagyon gondosan. De az, hogy a mi teendőink nem érnek véget, az, hogy mindig van út előttünk, amíg csak hajlandóak vagyunk menni rajta, az biztos. Remélem, hogy nagyon sok időt fogunk még együtt tölteni a gyakorlattal, és a felébredésünk által minden lényt megszabadítunk a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.